Alfred Wegener egy német sarkkutató volt, róla nevezték el ezt az intézetet, amelyen most kutatják a németek a déli sarkon a tengeráramlásokat, az időjárás mozgásokat azért, hogy belőle tudják jelezni a különböző katasztrófákat. Megmutatnám a felszerelésüket is egyébként, van egy Polarster néven egy hajójuk, aztán van egy átalakított, illetve kettő átalakított DC-3-asuk, amelyel a levegőbe dolgoznak. A pandémia lehetetlené tette számukra, hogy normálisan cseréljék mindenhol a személyzetet, a kutatóktól a különböző eszközök működtetőjéig, és ezért megállapodtak a Lufthansa-val, hogy Hamburgból szállítsa el őket a sarkra. Természetesen egy kereskedelmi repülőgép nem tud a sarkon leszállni, viszont a Falkland-szigeteken a RAF-nak van Mount Pleasantben egy bázisa, ahova elrepülhetett a Lufthansa repülőgépe. A Lufthansa egy Airbus A350-900-as repülőgépet választott. Ezzel a repülőgéppel én is utaztam valamikor bemutató jelleggel Münchenből Budapestre, majd a belsejéből idézek is egy kicsit a videómból. A Lufthansa A350-esét múlt vasárnap repülték át Hamburgba. A személyzettől elkezdve az összes utazó előtt egy kéthetes karanténba volt. Lufthansa körökben nagyon kapós volt ez az út, a 17 helyre több mint 500-an jelentkeztek, pedig indulás előtt 2 hét karanténba kellett a személyzetnek vonulnia. A célállomáson egy napot el kellett tölteni, és nem lehetett kiszállni. A 300 fős repülőgépen 92 utast szállítottak, így az utasok számára is kényelmes volt a repülés, hiszen nem csak az első osztály fotelágyába lehetett lefeküdni, hanem szinte minden osztályon, mert jutott az utasnak még plusz 2 hely.